Kedves bibliaolvasó barátaim, az új esztendő bibliaóráinak a témája az előrelátás, előrenézés, és a mai bibliaóránkon Sámuel első könyve harmadik részének az első 10 verséből keressük az üzenetet, amit a téma kapcsán Isten nekünk szólhat. De előtte a 346-os énekből énekeljünk, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Énekeljük el ennek az éneknek az első 4 versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Mint szóltál eddig is, kegyelmedből nekem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat, egy vágyat adj nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek adja. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. És fennen hirdetik felséges rendedet, ha nem te szólsz, Uram, a szó fülik, ha érhet. De szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, honnan tudnánk a te akaratodat, ha nem jelentenéd ki nekünk, és szeretnénk a gyermekek tisztaságával előtted állni, nem elfelejteni, hogy mit kell válaszolni, ha te néven szólítasz bennünket, segíts, hogy megértsük üzenetedet, és akkor is szólj, ha tapasztalatlanokat akarod erre felhasználni, hogy üzenetet küldj nekünk, de vágyunk rá, hogy mi magunk is lehessünk a te gyermeked, kisinyeid, akik értik a te szavadat, ami a szívig hat, nem csak az értelemig. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Olvassuk az igét Sámuel első könyve harmadik részéből,
és a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Éli ezt szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdt. És szólította az Úr ismét Sámuel, Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére. Akkor eljövén az Úr odaállott, és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel. És mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. Szép és szomorú történet egyszerre ez, mert egy ígéretes fiatal élet indulása, az első találkozása Isten kijelentésével, és szomorú, mert egy végéhez közeledő, lassan álomba merülő élet utolsó föllobbanása, pislákolása, amikor eszébe jut a rég hallott néven szólítás, és az a gondolat, hogy az Úrnak szüksége van az ő szolgálatára. Éli, akinek a neve azt jelenti, hogy Istenem. Azzal együtt, hogy halálosan szerette az Úr ügyét. Ebbe is halt bele a láda elvesztésébe. Mégis azt a kritikát kapja az örökkévalótól, hogy többre becsüli a fiait, mint az Urat, mert nem tud határozottan fellépni velük szembe, amikor azok saját vágyaikat, ösztöneiket követve az Úr házából méltatlan helyet, testies helyet kreálnak. De ki is az, akinek az előre látását, előre nézését keressük most ebben a kis szakaszban. Két szereplő van itt, melyikükre vonatkozik? Ez nyilván elsősorban Sámuelre. Az előzmény, hogy olyan szülőktől származott, Elkánától, így hívták az édesapját, és Annától, Hanától, akinek sokáig nem születhetett gyermeke, és ezt mint egy ígéretként kapta, hogy Sámuel édesanyja lehet, és ebben Éli kijelentése, profétai kijelentése is benne volt, ő mondta a vigasztaló szavakat, és hangzott el tőle a biztató ígéret, hogy gyermek fog születni a családban. Az előző kis szakasz, amikor ítélet Éli háza felett címmel olvasunk 9-10 verset itt, és azt, hogy eljött Istennek embere Élihez, és megmondta az Úr véleményét, és azt, hogy elveszi a hivatalt Éli házától, hisz méltatlanná váltak az Úr. Azt tartják a Biblia magyarázó bölcsek, hogy valószínű Elkána volt ez az Isten embere, tehát Sámuel olyan valakitől származott, maga is Lévi családjából, papi családból, ahol az édesapa is profétai erővel volt jelen, és azok hangját
hallatta, akik kritikával szemlélték azt, ami az úrháza körül történik. Mindazonáltal nem hozták el Sámuelt szülők, az úrnak szentelték, és nem mondták azt, hogy nem megfelelő a társaság, és kis Sámuel fejlődése veszélyben van, ha itt marad. Ott hagyták a templomban, és ott maradt Éli is a hivatalában egészen haláláig, ez akkor így volt, nem mondott le igazán senki Lévi törzsében. Nem is volt szokás, hogy valaki mondjuk hivatásszerűen választotta a papi munkát, hisz erre született. Ezt kellett választania, függetlenül attól, hogy mennyi volt benne a tudatosság, a dogmatikai tudatosság. Az Úrral élt, és abból, ahogy a végén megállapítja harmadszorra legalábbis, hogy honnan eredhet a megszólító hang, ebből kiderül, hogy ő igen, ellentétben a kis Sámuellel ismerte az Urat. Neki volt kijelentése. Ő tudta, hogy mi az, amikor az Úr szól, mi az, amikor az ő lelki ismerete szól csupán, vagy a saját gondolatai kavarognak, milyen az, amikor más emberek, esetleg az ő hajdani tanítói, vagy apja, nem az apja hangján szólalt meg az Úr. Tehát ő tudta, hogy mit jelent az, amikor Isten szólít valakit. De ezzel együtt itt van az, ami miatt azt is mondom, hogy ez a szakasz, szomorú szakasz is, hogy abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. Isten hallgat akkor, hogyha a dolgok nem az ő elképzelése szerint mennek. Ez nem úgy van, hogy az Úr megbízott bennünket valamire, aztán azt csinálunk ebben a hivatalban, amit akarunk, az a kényelmetlenségünk van, hogy Isten bármikor rendelkezhet velünk, és ha ellenállunk neki, mást fog választani, akár gyerekeket is. Ha nem lehet kijelentést adni Éli miatt, akkor csend van, és akkor jellemző, hogy az egyébként törvényesen hivatalában lévő főpap nem mondhatja jó szívvel azt, hogy ezt mondta az Úr, mert nem mondott az Úr semmit. És ez nagyon szomorú dolog. A feladatokat akkor is el kell látni. Talán erre is vonatkozik kicsit az, hogy még nem oltatott el az Úrnak szövét neke. Tehát nincs még minden veszve, nem borult minden sötétségbe, és nagyon sokszor az ütemes, szinte mechanikus működés is valahogy életben tartja az ügyeket, akkor is, ha nincs ébredés, nincs lelki öröm, nincs Szentlélek tomboló jelenléte. Ha textusról textusra haladva az egyházi rend szerint az igehirdetések hangzanak, Isten akkor is szólhat, adhat vigasztalást, adhat bátorítást, lelki erőt. Mondom, ha amúgy nincs kijelentése, de képzeljünk el egy olyan világot, amiben nem volt annyira közkincs a Biblia se, hiszen a királyok korában meg kell találni külön, és meg kell rendülni azon, hogy miket mond ez a könyv, pedig a papság akkor is működött, Biblia nélkül is működött. És az Úr álmot adott, és az Úr kijelentést adott, és prófétákon keresztül szólt, akkor is, hogyha ez nem írott szöveg volt. Mit lehet előre látni, vagy valakinek, aki hivatalában megfáradt, megfásult, és alkalmatlanná vált? Hát szúnyókkal mondjuk azt, hogy legalább nem okoz kárt, és legalább nem mond megbotránkoztató dolgokat. Talán nem lehet már régen megtérni az ige hirdetései hatására, ha egyáltalán tudja az igét úgy fejtegetni,
ez sokszor nyomaszt engem is, hogy vajon szívig hat-e a szó, amit Isten rám bíz az ige hirdetésben. És mondom, lehet mechanikusan működni, gyertyát gyújtani, mécsest letekerni, föl éleszteni a tüzét, áldozatot bevinni, töménezni, és így tovább, akkor is, hogyha egy ébredés az éli főpapnak is jól jönne. Éli az ő szokott helyén aludt. Volt egy hely, ő szokott helye, nem az imádság helye volt, nem az ige hirdetés helye volt, az ő szokott helye. Az alvás helye volt, talán egy kényelmes karosszék, szemei annyira homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, ezek mind-mind túl az élettani üzeneteken, lelki állapotára is utalnak, de hogy van remény, az mutatja, hogy Isten szövét neke még nem oltatott el, akkor se éli, ezt már nem látta, mert nem volt már képessége arra, hogy a fénnyel a szaruhátyája, meg határozó módon találkozzék. Sámuel is feküdt az Úr templomában, ahol Istennek ládája volt. Eszembe jut mindig ezzel a kis szakasszal kapcsolatban a 10 szűznek a példázata, ahol mindannyian elaludtak, mert elfárad az ember. Sámuel is aludt, és mindnyájan el tudunk aludni, a tanítványok is aludtak azon a végzetes éjszakán, melyen az Úr elárultatott, aztán Jézus is aludt, amikor a hajó viharba került. Vannak pillanatok, amikor átmenetileg ki vagyunk vonva az ébrenlét történéseiből, és nem tragédia ez, szükségszerűség ez. És Sámuel úgy aludt, hogy megszólítható állapotban volt. Lehetett rá a jövőben számítani. Éli úgy aludt, hogy háromszor kellett megkísérelni őt, abba a helyzetbe hozni, hogy fölfogja, hogy mi történik körülötte. Nagyon fontos ez is, hogy Sámuel a maga kis tiszta, engedelmes szívével az Úr hangját Éli hangjaként azonosítja. Mert neki eddig mindig Éli mondta meg, hogy mit csináljon, hogy kell tartályba tölteni az olajat, hogy hogyan kell, ha egy kanóc elfogyott a lángok hatására. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a papi öltözeteket tépkedték csíkokra, és abból csinálták a kanócot a hétágú mécstartóhoz, mert ugye hát előregszik a legszebb, legfontosabb ruha is, és hát kidobni nem szabad. Évtizedeket, ha szolgált apáról fiúra, akkor egy idő után újat kellett csinálni, de a régit felhasználták kanócnak, hogy az is, ha elég, ha megsemmisül, mint az elavult ruha a tűzben, mondja egy másik helyen az ige, akkor a papi palástból legyen kanóca az örök mécseshez. Tehát ezeket mind-mind meg kellett tanulni. Sokféle tennivaló van az egyház körül. És akkor is az élet jeleit véljük felfedezni, hogyha már csak kanócokat tépdesünk papi palástokból, meg kannából olajat töltögetünk a menórába, felszedjük a leulott morzsalékot, kicseréljük a kenyeret az Úr asztalán, és
ellenőrizzük az ajtókat, a felszereléseket. Ugye ez még nem kőből épült épület volt, ez még a sátor volt, a Szent Sátor, amin szintén időről időre javításokat kellett nyilván végezni. Szóval tennivaló van bőven, és ha megkérdeznénk, hogy Sámuelnek mi a célja, hát az urat szolgálni, mit jelent az? Hát el tudom mondani, hogy ma mit kellett megoldanom a templomban, de azon kívül nem tudok erre más elvont, teljes választ adni. Hogy látom a jövőmet? Hát úgy látom a jövőmet, hogy nem hogy nyugdíjba, mert nyugdíjba is kellett vonulni, innen fogok nyugdíjba menni, és aztán innen fognak kivinni, és esetleg az én palástomból is kanóc lesz a végén az Úrnak a mécsesében. Tehát az én előrelátásom az összefüggésben van azzal, amit az Úrért csinálok. Ha megkérdezik, hogy én, ha marad vissza még életemből néhány év, akkor mit fogok ez alatt az idő alatt csinálni, én is valamilyet válaszolnék, hogy mindig, amikor erre lehetőségem nyílik, vagy a kötelezettségem erre késztet, akkor fel fogom ütni az adott helyen Isten szent igéjét, és azt szerint, amit csendeségemben ezzel kapcsolatban kaptam, azt szólni fogom. De ez nem azonos azzal, hogy az Úrnak van kijelentése a jövőre nézve az embernek, hogy mi a perspektívája egy közösségnek, hogy milyen irányba kellene fordítani az egyháznak a hajóját, vagy most ugye éli idejében nem beszélünk egyházról, ma zsidó egyházat mondanak, ami egy elég képtelen szóösszetétel, de hát legyen vallási közösség. Tehát mi lesz a gyülekezettel? Az is egy közös szó. Nem tudja megmondani Éli. És úgy az események után úszik, vagy sodródik. Fiai csinálják, amit csinálnak, és nem nagyon lehet velük tárgyalni. A dolog nem tűnik megújíthatónak. És Isten széttekintve valami olyat lát, mint Noé idejében, hogy nem tudok kire támaszkodni. És akkor jön az, amit a gyerekekkel kapcsolatos üzenetből veszünk karácsony táján is. Egy fiú adatik nekünk, hogy Isten a szónak, a kijelentésnek, az igének új testet ad, új testbe öltözteti az igét, és új bizonyságtevő hátteret biztosít a kijelentés szavához. Semmi más nem történik, mint Sámuel hallja a nevét, félreérthetetlenül nem azonosíthatatlan hangot hall, hanem nevén szólítja őt valaki, és mondom, mintha Éli szólna. Mintha Éli szólna. És jól van ez így. Bárcsak Éli hangján az Úr tudna szólni, akárcsak Sámuelnek is. Bárcsak azt mondhatnók, hogy ha a jövőről beszélünk, ha előre akarunk nézni, akkor azt mondhatjuk, hogy akik itt az asztal körül ülünk, változatlanul, folyamatosan fogjuk az Úr kijelentését, üzenetét szólni, és úgy fogjuk szólni, hogy ki névre szólóan hallja, neki szólt az Úr, őt szólította meg. Én szóltam, mert ha ellenállnék, akkor mintha tűz lenne rejtve a csontjaimba, és ezért szólok, és az én hangomon szól ugyan, de az Úr szól. Az Úr szól. Akkor is, ha megszólított személy nem tudja még, nem tudja elválasztani Éli hangjától az Úr hangját. Szól egyszer az Úr, szól kétszer, szól háromszor. Mindenkivel így van ő. Van legalább három ilyen nagy megszólalása, aminek a végén azonosíthatjuk, hogy ő szólt. Félreérthetetlenül, és nem mondhatjuk azt, hogy ezt mondta X bácsi, vagy ezt mondta nagy tiszteletű Y, és nem tudom én, hanem személyesen nekünk akar az Úr valamit szólni, amire
meg kell találnunk a megfelelő választ. Amikor újra és újra visszatér az álmába, visszazuhanó, és onnan újra és újra felriadó, Élihez visszatér Sámuel, akkor harmadszorra talán valami régi emlék föl, parázslik ennek az öreg embernek a lelkében, mikor úgy érezte, hogy Isten nevén szólította őt, ahogy Pál érezte Damaszkuszi úton, ahogy a tanítványok érezték, amikor ültek fáradtan, csüggetten az összegubancolódott háló mellett, vagy éli a vámszedők székében, és elment mellettük a mester, és megszólította őket. Azonnal tudták, hogy ahogy vannak, munkaruhában, halszagúan, ott hagyva a pénztárgépet, az egész addigi életet, hivatást, most indulni kell, és a mutatott irányba, mint Ábrahámnak, aki nem tudta, hova megy, és mégis elindult, mert az Úr szólt. Olyan világban élünk, amelyikben különös hangsúlyt kap a tervezés, az előrelátás. És nehéz helyzetben van az ember, amikor azt kell mondani, hogy igen, bizonyos tervezés az jó, és foglalkoztat is bennünket, de inkább hallás után kell játszanunk. Nem tudjuk, hogy Isten merre vezet bennünket. Egyet tudunk, hogy mi hallani akarjuk, hogy ő mit akar. Nem belső saját hangjainkra figyelünk, hanem ő rá. Vagyis, hogy az előrelátás ebben az esetben azt jelenti, hogy eddig hátra az én nemzetségem, az én családom, az én klánom, az én szűkebb közösségem hangjaira figyeltem, akár mestereim hangjai, de nagykorú lettem, mint Jákob ott a jobbok révénél, mert láttam az Urat szemtől szembe, és a lelkem megszabadult, felnőttem arra, hogy ő meg tudjon szólítani engem. Hogy mit jelent, nem tudom megmondani, de szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Azt fogom tenni, amit te mondasz. Nem vitatkozom veled, és nem tárgyalom meg családtagjaimmal és a többiekkel, mert nem csak az én magánügyem ez, Uram, ha te hívsz, hanem hadd menjek el, és hadd beszéljem meg ezt a családtagjaimmal. Nem jó, nem szokott jó kijönni ebből, hogyha ezt az ember megpróbálja közügyét tenni, és a végén otthon marad, és nem indul el az Úr útjára, mert a család nem tud vele lépést tartani. Ez nem előre rohanás, vagy nem lerázása a hozzátartozóknak, hanem az elsőbség biztosítása annak, aki maga az út, maga a cél, akié az ügy, aki vagyok én magam is. Szóval előre akarunk nézni ebben az esztendőben, akkor ennél a pontnál kell nagyon határozottan és világosan megnyilvánulnunk, ahol hallottuk a nevünket, semmi mást. És mégis van, lehet erre értelmes válaszunk, mintha válaszunk lenne, és az is, hogy szólj, mert hallja a szolgád. A hallja az nem azt jelenti, hogy tudom a hangokat azonosítani, hanem kész vagyok a cselekvés elszántságával is, és döntésével figyelni arra, amit mondasz. Amit mondasz, meg fogom tenni. Úgy fogom megtenni, hogy ezt te jónak látod, szólj, mert hallja a te szolgád. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló mennyei atyánk, tudjuk, hogy a legsötétebb, legnehezebb időszakokban is valahogy pislákol még az Úrházának a mécsese. Bizonyos tennivalók ismétlődnek,
egyre szakszerűbben tudjuk csinálni azt, és mégis vissza kellene mennünk ahhoz a boldog pillanathoz, amikor először értettük meg, hogy te nevünkön hívsz, és a tiéd vagyunk. És most is így szóltál hozzánk, szeretnénk úgy előre menni, hogy szívünkből hangozzék a válasz akár. Szent elődeink hangján szólj, mert hallja a te szolgád, és a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Megkezdett énekünknek az utolsó versét énekeljük. Szólj és csitítsd a búd. Szólj és csitítsd a búd, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szavad, írs gyógyító erő. Szólj, dicsőséged úgy, még szebben tündökölhet. És mindörökre nő, és mindörökre nő. Isten velünk viszontlátásra!